A teljes felépüléshez komplex onkológiai ellátásra van szükség, ezért több szakterület összefogásával gyógyítaná a daganatos megbetegedésben szenvedőket a megyei központi kórház. Az új program a prehabilitáció nevet kapta, amelynek célja, hogy az onkológiai betegek rehabilitációja szervezett formában valósuljon meg. Gyógyulásukat pedig az orvosok mellett gyógytornász, dietetikus, pszichológus és lelkész is segíti már a kezelések és műtétek előtt. A program azért nagy jelentőségű, mert Borsod-Abaúj-Zemplén megyében minden ötödik halálesetet daganatos megbetegedés okoz. Modern gépek, szakszerű ellátás és hatékony gyógyszeres terápia. Az onkológiai sugárterápia sokat fejlődött Miskolcon az elmúlt években. A daganatos betegek ellátására és kezelésére pedig továbbra is nagy hangsúlyt fektet a kórház. Ennek eredményeképpen jött létre az a legújabb onkológiai program, ami a prehabilitáció nevet kapta. Magyarázatul szolgál az, hogy miért ilyen furcsa neve van ennek a programnak, hogy prehabilitáció. Ez pedig azért, mert ugye eddig csak a klasszikus rehabilitációról beszéltünk. A program már akkor kezdetét veszi a daganatos betegségben szenvedők számára, amikor még sem kezeléseken, sem pedig műtéten nem estek át. Az onkológiai tevékenység során a nagy lelki terheket viselnek el a betegek. Ezt akartuk továbbfejleszteni azzal, hogy nem csak a lelki támogatásra szorulnak, hanem egyfajta gyógytorna, gyógyászati segédeszköz használat, sztómaterápia, vagy akár lelkészi támogatásra is szorulhatnak a betegeink a diétás tanácsadás mellett, és akkor ebből egyfajta rehabilitációs program alakult ki. A kórházban dolgozó orvosok meglátása szerint a daganatos betegek kezelése eredményesen csak csapatmunkában végezhető, ahol az orvos mellett gyógytornász, dietetikus, pszichológus, lelkész és más szociális munkás is dolgozik. Ezt úgy kell elképzelni, hogy bejön valaki becsöppen a óriási tragédiájával az ajtón, akkor tudatosul az onkológia ajtón, akkor tudatosul benne, hogy milyen betegsége is van. És már akkor nekünk észre kell venni, hogy neki van-e szüksége pszichológusra. Minden daganatos betegnek szüksége van, de milyen mértékben és mikor. Lesz-e szükség olyan beavatkozást fog kapni, amikor mozgásszervi rehabilitálásra kell majd fölkészítenünk. A program segítségével egy komplex onkológiai ellátást tesznek lehetővé a betegek számára a centrumban. Olyan betegségekről van szó, amely a betegek számára igen jelentős megterhelést jelentenek, nem csak a betegség lefolyása, hanem maga a kezelés is. Éppen ezért részben a betegségből, részben a kezelésből adódóan létrejöhetnek a betegeknél funkcióvesztések, ezek lehetnek mentális funkcióvesztések és lehetnek testi, tehát fizikai funkcióvesztések. Nagyon fontos, hogy a betegség átvészelése és a kezelés befejezését követően ezeket a betegeket vissza tudjuk vezetni a normál szociális közegbe, a család életbe, a munkahelyre. A főigazgató elmondta, Magyarországon a két leggyakoribb haláloknak a szív- és érrendszeri betegségek, illetve a daganatos megbetegedések számítanak. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében minden ötödik halálesetet daganatos megbetegedés okoz.